Jól hallottuk, múlt hétfőn megszületett a NASA-i barlangrendszer. Még 2017. október 23-án tártuk fel egy kis barlangból kiindulva a forradalmi ágat, amely 20 éves szünet után az első felfedezés volt a NASA-i hegyen. Nem tudom, fölfogják ezt? Ez valami elképesztő! Idén pedig a NASA-i víznyelőben fedeztünk fel fél kilométer új járatot, ez a sasnövelde ág. Ha vegyünk csak olyat, ugye, hogy egy nokedli egy centi. Na de ha 50 ezer csinálunk ilyet, ugye, akkor van 500 méter, jóhúj! Most pedig a forradalmi ág felső végpontjáról sikerült lejutni a sasnövelde ágba, ezzel a két barlang összefüggő rendszerré vált. A barlang azok már 10 éve vizsgálták a járatrendszert. A rendszer hossza jelenleg 2850 méter, de ezt kár megjegyezni, mert lesz még több is. Ezek a barlangok földtani szempontból és légáramlás szempontjából mindig is egy rendszert alkottak, tehát a változás csupán abban áll, hogy most már ez ember számára is átjárható. A sasnöveldeág nagy termében, az igazi mok termében már korábban megállapítottuk, hogy át lehet kiabálni a forradalmi ág Denatom nevű végpontjához. Hallom a hangokat! Itt korábban felfelé próbáltunk bontani, de most az új információ fényében lefelé kezdtünk el ásni, és hamarosan be is jutottunk valahová. Lefélek én oda, Máté! A mocsok a helye, egy helyet. Ez olyan, mintha izét bontottuk volna ki, az Olgoly horhogy. És az meg a kalickás terem. Lehet, hogy nem az igazi mókban vagyunk, hanem a kalickás teremben, de ezt nem értem, akkor hol ment át a hang? Menj csak le oda! Ott a vödör! Ez akkor a kalickás terem! Ez akkor megvan az összekötés! Összekötöttük! De nem az igazi mok terme van itt, hanem a kalickás terem! De akkor hogy ment át a rádió? Meg hogy tudtunk mi beszélgetni? A fele se érti az egészet, de tök mindegy, nem baj! Az a lényeg, hogy megvan! Aki most rögtön felkapja a fejlámpát, annak sajnos el kell, hogy vegyem a lelkesedését. Ugyanis ezek a barlangok le vannak zárva, ráadásul szeptember 1-től a víznyelőben a denevér nász időszak miatt már látogatási tilalom van, tehát átmenő túrára már csak jövőre lesz lehetőség. Apró szépség hiba, hogy az összekötés után egy fél órával be is omlott az átjáró. Amit a szükület alkotta, ez így simán, így lábbal megtolva már, hoppá, már megy is. Na, be is zártuk rögtön? Kicsit bezártuk, de nem biztosan a fal. Az a lényeg, az a fal ne induljon meg. Az ott megindul, akkor én már ugrok is ki. És bár másnap sikerült újra kivontani, jelenleg is életveszélyes, és a stabilizálásához betonozásra lesz szükség. És bőven maradt még feladat a bejárat elrendezésével és a szűkületekkel is, úgyhogy aki elég ügyes és elszánt és elbírja a vödröt és szeretne jönni egy kis föld alatti kényszermunkára, az jelentkezhet. Természetesen az anyagi támogatást is köszönettel elfogadjuk, és küldjék az 1%-ot, itt látható az adószám, valamint iratkozzatok föl, lájkoljátok a videót, stb. A viszontlátásra.